Pénzügyi tudatosság. 20%-kal többen tesznek félre nyugdíjas éveikre hazánkban, derül ki egy pénzintézet felméréséből. Reformáció 500. 1517-ben ezen a napon indult el Luther Márton megállíthatatlan mozgalma. Veszélyes spórolás. Egy olcsóbb, de hamis kozmetikum irritációt vagy súlyosabb bőrbetegséget is okozhat. Kal emelkedett a nyugdíj megtakarítások mértéke hazánkban. Ez derül ki az egyik pénzintézet felméréséből. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket. A teljes lakosság fele tud félrerakni jövedelméből, ezen létszám 30%-a az, aki ezt a megtakarítást nyugdíjas éveire teszi félre. Azért is választhatják ezt többen, mert ezekre 20%-os adókedvezményt is igényelhetnek. Ahogy Európa nagy része, a magyar is egy előregedő társadalom, ennek egyik oka, hogy csökkennek az állami nyugdíjak. Ezért is fontos, hogy már fiatalkorban készüljünk idősebb éveinkre, pénzügyileg is. 35 perc című műsorunkban legutóbb a pénzügyi tudatosság fontosságára, illetve annak fiatalkori szerepéről is beszéltek vendégeink. Középiskolában, általános iskolában már ugye olyan tanrendet kialakítani, amelynek úgymond része mondjuk egy ilyen pénzügyi vagy gazdasági ismeretek óra, melynek keretén belül akár játékosan bemutatni a pénzügyeket, akár pedig a mindennapi életből olyan példákat hozni, amivel a későbbiekben találkozhatnak. Ugyanis a 18 év alattiak ritkán találkoznak valóban pénzügyi döntésekkel, ezt követően viszont ugye az első döntés például, hogy hova helyezzük el akár úgymond a folyószámlánkat, tehát ez melyik banknál legyen, vagy hogy hogyan takarékoskodjak, az ösztöndíjamat hogyan használjam fel, vagy esetleg úgymond a diákhitelemet, és ezeknek a döntéseknek már akár hosszú távon is következménye lehet. Szintén fontos kérdés, ha megtakarításról van szó, hogy milyen időtávra, mekkora összeget és mekkora kockázattal vállaljanak a befizetők. Ma Magyarországon a teljes lakosság 50%-a tesz félre jövedelméből, ezen létszám 30%-a az, aki a nyugdíjas évekre. A megtakarítás, ha fiatalkorban kezdjük, már kisebb összeggel is hatékony kiegészítése lesz a lecsökkenő állami nyugdíjaknak. Az elmúlt időszakban 20%-kal emelkedett a nyugdíj megtakarítások mértéke, félretenni több módon is lehet. Magyarországon most jelenleg három nyugdíjelő takarékossági forma vehető igénybe. Mind a háromra egyébként jár a 20%-os adójóváírás. Ezek a nyugdíjelő takarékossági számla, vagy NYESZ, az önkéntes nyugdíjpénztár, illetve a nyugdíjbiztosítás. Mindegyik más-más miatt jó. Ugye összességében 100 és 150 ezer forint közötti adójóváírásokat kaphatunk meg a befizetéseinkre. Teljes mértékben 280 ezer forintot vehetünk igénybe, hogyha összeválogatjuk ezeket a lehetőségeket, viszont ehhez azért egy 1,4 millió forintos befizetésre lenne szükség, ami azt gondolom, hogy elég nagy összeg. Az átlagos magyar megtakarítók havonta 10 és 20 ezer forint között tesznek félre nyugdíj célukra. Önkéntes nyugdíjpénztár annak javasolható, aki havonta 10 ezer forint alatti összeget tud félretenni. Itt ugyanis már 3-4 ezer forinttal is tud takarékoskodni, illetve ezt nem szükséges minden hónapban befizetni. A nyugdíj előtakarékossági számla azoknak lehet megfelelő forma, aki minden hónapban be tudja fizetni az előírt fix alaptagdíjat, amíg a nyugdíjbiztosítás úgymond minden oldalról jelent egyfajta biztonságot, hangzott el a műsorban. Itt ugyanis a 20%-os adókedvezményen kívül egy biztosítási védelmet is igénybe vehetnek azok, akik hosszú távban gondolkodnak. A szakemberek ezeknek a lehetőségeknek inkább a párhuzamos vállalását ajánlják, hiszen ha idő előtt megszüntetik a számlákat, akkor számolni kell például az adójóváírás visszafizetésével, vagy egy esetleges büntető kamattal. Ma van a reformáció 500. évfordulója. 1517. október 31-én lavinaszerűen indult el egy megújulási folyamat, amelynek célja az volt, hogy az akkorra erkölcsben és tanításban is megváltozott egyházat visszatudják állítani az eredeti apostoli formához. A mozgalom legkiemelkedőbb alakja Luther Márton volt, aki a Szentírásból megismert igazsághoz rendületlenül ragaszkodott. Ez az a 95 tétel, amelyet Luther Márton megfogalmazott, majd fél évszázada ezen a napon a wittenbergi vártemplom kapujára kiszegezett. Célja nem az elszakadás, hanem az elvilágiasodott egyház belső megújulása, megreformálása volt. Akkor talán még ő sem gondolta, hogy tanai máig mekkora hatással lesznek nem csak korára, hanem a napjainkig tartó történelemre egyházi és világi szinten egyaránt.
Az elmúlt 500 év nagy idő, és bőven van mire visszatekinteni. Azonban a reformáció nem csak múlt, a jelenre is nagy hatással van, ugyanis egy fontos gondolatot hordoz, amit szeretne átadni a ma élő embereknek. Azt a bátorságot, amely az 500 évvel ezelőtti eseményekből jól kiolvasható, a reformátoraink az akkori egyházi, társadalmi, kulturális viszonyok között visszamentek az alapokig, tehát a kereszténység kezdetéhez, és így fogalmazták meg azokat az egyáltalán nem bántó, hanem az egyetemes egyházat felemelő tételeket, hogy egyedül a Szentírásból lehet helyesen tájékozódni, az Isten kegyelme egyedül Krisztus által, és egyedül a hit útján érhető el, és kegyelemből kapjuk meg, és ezt koronázta meg a Calvin János által kiemelt egyedül isteni a dicsőség reformátori alaptétel. A gyökerek által táplálkozunk, de a reformáció nem fejeződik be. Vallják ezt a protestáns egyházakhoz tartozók, ahogy azt is, hogy napi szinten és az adott korban csak a szentírás alapján tudunk korszerűen válaszolni a kihívásokra. A múltba való visszatekintés és a jövőbe pillantás bátorsága mellett a belső hangokra figyelés is fontos eleme a reformációnak. A lényeg az, hogy a szívekben mi történik. És most például egy olyan igehirdetés sorozatot tartottunk estéről estére az elmúlt napokban itt a Nyíregyházi Evangélikus Gyülekezetben, amelyben sokat olvastunk Luthertől. Tehát minden este felváltva szolgáltunk mi a gyülekezet lelkészei, és hát például azon az estén is, amelyen az enyém volt a szolgálat, körülbelül 50 percet olvastam föl Luthernek az írásaiból, az Isten tiszteletről, a nagyon személyes hitvallásából, a smalkaldeni cikkekből, aztán ahhoz kapcsolódott még az én rövidebb ige hirdetésem. Szabolcs-Szentmár-Bereg megyében a Reformáció 500 központi záró ünnepségét november 8-án rendezik Nyíregyházán, a Continental Arénában. Közeledik a karácsony, sokan már ilyenkor megkezdik az ajándékok beszerzését és vásárolnak kozmetikumokat is. Nem ritka, hogy az olcsó, rossz minőségű, hamis termékek azonban irritációt vagy súlyos bőrbetegséget is okozhatnak. A Nemzeti Adó és Vámhivatal az elmúlt 2,5 évben 112 ezer üveg illegálisan értékesített parfümöt vont ki a fekete piacról, amelynek összértéke a 800 millió forintot is meghaladta. Olvasható a magyaridők.hu internetes oldalon. Olcsó, még olcsóbb, és még olcsóbb. Akár már pár ezer forintért is rendelhetünk az internetről az eredetihez képest megszólalásig hasonló parfümöt, illetve bármilyen kozmetikumot. Az utóbbi években az online piacot hihetetlen mértékben árasztották el a rossz minőségű, káros vegyi anyagokat tartalmazó termékek utánzata. A nem megfelelő összetétel miatt súlyos allergiás reakciókat, légúti tüneteket, bőrgyulladást, kiütést, viszketést okozhatnak. Ha esetleg racionálisabbak vagyunk, meg céltudatosabban akarunk vásárolni, akkor a racionális agyunk szeretné eldönteni, hogy mit is akar a bőrünk, tehát mi a problémája a bőrnek, mert ez nagyon nagy skálán mozog. Csak vizet akarok pótolni, a betegségemet akarom kezelni, a rozáceámat, a zsíros bőrömet, a problémás bőrömet, milyen hatóanyagot akarok bevinni, azt éjjel érdemes bevinni, vagy nappal, mert van egy cirkadián ritmusunk. És az a becsapós, hogy a nagy marketing, a nagy média önző olyan szempontból, hogy ő azt akarja, hogy mi megvegyük, de mi érzelmileg oda csábulunk, ugyanakkor, ha alszunk rá, meg ráolvassunk egy kicsit az interneten, vagy érdeklődünk az orvostól, akkor talán, vagy a kozmetikusunktól, talán akkor okosabban el tudjuk dönteni, hogy hatóanyag szerint kellene választani, vívőanyag szerint, hogy szereteli a bőröm, kellemes az illata ugyanakkor, és az ár talán az utolsó, meg a márka, azon belül már lehet zongorázni, hogy járok én a zsebemhez képest a legjobban, a legjobb hatóanyaggal. Nem csak a bőrgyógyászok figyelmeztetnek minket, hogy vigyázzunk a többnyire távol keletről illegálisan importált parfümökkel, hanem a Nemzeti Adó és Vámhivatal szakemberei is. Ugyanis ezek a termékek káros vegyi anyagokat, de akár állati vizeletet is tartalmazhatnak. A NAV munkatársai a Magyar Időknek úgy nyilatkoztak, az elmúlt 2,5 évben több mint 100 ezer üveg illegálisan árusított parfümöt foglaltak le, és semmisítettek meg összesen több mint 800 millió forint értékben. Olvassuk el, hogy mit tartalmaz az a krém.
ott fogja írni a legapróbb betűkkel, hogy mondjuk van benne, becsületes módon fel van írva, hogy van benne 7 féle tartósítószer, nagyon pici adagba, én azt bírni fogom nagy valószínűséggel, de mindig lehetnek meglepetések. Azon belül, hogy esetleg olyan gyógyszert szedek, vagy éppen frissen van hámlasztva a bőröm, vagy terhes vagyok, vagy szoptatok, vagy valami állapot miatt másképp fog viselkedni a bőröm, lehet, hogy a legjobb kozmetikumra, valamelyik összetevőjére mégis allergiás leszek, de akkor jelentem az orvosnak. Olyan készítményt, amit csak úgy ránk akarnak sózni, akárhol, és mondanak hozzá 5 mondatot, abban ne bízzunk soha. A hamis kozmetikumok esetében legnagyobb probléma az, hogy pontosan nem ismert milyen összetevőkből készülnek. Az alacsony ár minden esetre figyelmeztető lehet. Minden Szentekhez kapcsolódóan a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai fokozottan ellenőrzik a virág kis- és nagykereskedőket, a koszorúkészítőket, valamint virágárusokat. Az ellenőrök a megyében, közterületeken, piacokon és boltokban is vizsgálják a nyugta és számlaadást, az árukészlet eredetét, az online pénztárgépek használatát, de az alkalmazottak bejelentését is ellenőrzik. A próbavásárlások mellett forgalomszámlálásra is számíthatnak a kereskedők. A szezonális ellenőrzéseink lényege, hogy azokat az adózói csoportokat próbáljuk meg megvizsgálni, akik ezekben az időszakokban megnövekedett forgalommal számolnak. Természetesen a november 1-e közelettével így a virágárusok kerülnek gorcsó alá. Itt nem csak a számla és a nyugtaadási kötelezettséget fogják a kollégáink ellenőrizni, hanem azt is, hogy a pénzkészlet egyezik-e a pénztárban lévő készlettel, illetve természetesen az online kasszák szabályszerű működtetését is ellenőrizni fogják. Halálra gázolt egy nőt hétfőn este egy Nyíregyháza és Debrecen között közlekedő vonat. A Nyíregyháza és Császárszállás közötti nyílt pályaszakaszon feltetően öngyilkossági szándékkal feküdt ki a fiatal nő a sínekre. A tragédia körülményeit vizsgálja a Nyíregyházi Rendőrkapitányság. A vonat végül 1,5 órás késéssel tudott tovább haladni Debrecen felé. Az északi barna arcú gibbon faj megmentő akciójába kapcsolódott be a Nyíregyházi Állatpark. A témáról hamarosan, előtte azonban nézzük a híradó további témáit. 27-27-es döntetlennel zárult a Kisvárda fellépés az MTK otthonában a női kézilabda NB1-ben. A szabolcsi csapat jól kezdte az összecsapás elején, azonban végül a hazaiak kihagyott időn túli 7 méterese után 1 ponttal is elégedetten távoztak Máté Éfi Eszter lányai. A kultúra és a sport kapcsolatának elmélyítését, egymás kölcsönös népszerűsítését szolgálja a Nyíregyháza Spartakus és a Móri Zsigmond Színház között most létrejött megállapodás. A régió 2 meghatározó szereplője közös akciókat is tervez majd, de mindkét részről további együttműködések megkötése is előkészületben van a város meghatározó intézményeivel. Az északi barna arcú gibbon faj megmentő akciójába kapcsolódott be a Nyíregyházi Állatpark. A Vietnám egyes területein őshonos emberszabású majomból jelenleg körülbelül 800 egyedél természetes élőhelyén. Állatkertekben egyáltalán nem találhatók meg. Ezért a legnagyobb német fajvédelmi alapítvány több programot is indított a fajmentésért, amelyekhez a sóstózó segítségét is kérték. Ő Marita és 1,5 éves kölyke Muki, a Nyíregyházi Állatpark 2 fehérkezű gibbonja. Rajtuk kívül még 16 faja létezik a gibbonoknak, közülük számos példány sóstón és más állatkertekben is megtalálható. Könnyen összetéveszthetőek, ugyanis vannak olyan tulajdonságok, amelyek minden gibbonfajnál megegyeznek. A Nyíregyházi Állatpark kimagaslik a gibbontartásban is, hiszen több gibbonfajt mutat be. Mögöttünk a talán legkülönlegesebb gibbonok láthatóak, a felérkező gibbonok, mégpedig egy olyan kifutóban, ahol csupán egy vizesárok választja el a vendégeket az állatoktól. 17 faja létezik a gibbonoknak, de vannak olyan tulajdonságok, amelyek teljesen általánosságban mindegyikre érvényesek. Ilyen például az, hogy Ázsiában élnek, monogám állatok, és ikonikusak a hangjaik, tehát annyira erőteljes a dzsungel növényzet, hogy úgy tudnak egymással kommunikálni, hogyha énekelnek egymásnak, több mint 16 féle dallamvonalat lehet felismerni, és ezek öröklődnek egymás között, tehát valóban különleges állatokról van szó. Azonban van egy faj, amelyből egyetlen állatkertben sem található példány, ez pedig az északi barna arcú gibbon. Belőlük mindössze 800 egyed él Vietnámban, a természetes környezetükben, egy 42 ezer hektáros nemzeti parkban. A legnagyobb német fajvédelmi alapítvány ezért elindított egy projektet, amelynek célja az állomány stabilizálás és növelés. A következő hónapokban még 5 állatkert csatlakozik a programhoz, a jelenlegi 15 mellé,
amelyek közül az egyik legfontosabb a nyíregyházi. The second point is that Sosto Zoo is number two zoo in Hungary. Ez egy nagyon gyorsan fejlődő állatkert, ami nem csak a várost, hanem négy szomszédos országot is érint abban a tekintetben, hogy onnan is nagyon sok látogató érkezik, és sokkal nagyobb területre van hatással. Nagyon jó a gibbon kifutó és bemutató ebben az állatkertben, ami azt jelenti, hogy a látogatók teljes körű képet kapnak ezekről az állatokról. Ráadásul Budapest mellett a legnagyobb állatkert az országban, ez is sokat számít. Egy ilyen nagy méretű, sok látogatóval és felkészült szakemberekkel rendelkező állatparknak pedig fontos szerepe van az oktatás, a kutatás és a fajmegőrzés területén is. Magára valamit is adó állatkertnek, pláne hogyha vezető állatkert az adott országban, és jelentős látogatottsággal bír, oda kell figyelnie arra is, hogy ne csak a látogatókat szolgálja ki, hanem az állatok megmentésébe is részt vegyen. Az állatkerti programok nagyon fontosak, nagyon jók, közel 100 faj megmentési programban van jelen a Nyíregyházi Állatpark is. Amikor tartunk és próbálunk tenyészteni állatkerti körülmények között a kipusztulás szélén lévő fajokat. Nem vettünk eddig még részt viszont abban, hogy az élőhelyen megmentsünk állatokat, az is nagyon lényeges, sőt a leglényegesebb, ha az élőhelyet meg lehet menteni, akkor persze célszerű az ott élő állatokat ott életben tartani és ott megmenteni. Ezért a Nyíregyházi Állatpark nem csak anyagilag támogatja majd a fajmentő akciót, szakmai tanácsokkal és személyes jelenléttel is hozzájárul a programhoz, amelyre eddig még nem volt példa az állatpark történetében. '27-27-es döntetlennel zárult a Kisvárda fellépése az MTK otthonában a női kézilabda NB1-ben. A szabolcsi csapat jól kezdett az összecsapás elején, azonban végül a hazaiak kihagyott időn túli 7 méterese után egy ponttal is elégedetten távoztak Máté Fieszter lányai. Idegenben eddig veretlen mérleggel vágott neki az MTK elleni találkozónak a Kisvárda kézilabda csapata. A hazai pályán játszó fővárosiak mutatója pedig nem volt túl bíztató, hiszen 5 mérkőzés után mindössze egy pont állt a nevük mellett. Máté Fieszter lányai számára jól is indult a mérkőzés, magukhoz ragadták a kezdeményezést, és megléptek 3 góllal. Aztán magára talált az MTK, és a fordulatok meccse kerekedett ki a találkozóból. Egyszer itt, egyszer ott volt az előny. 10 perccel a vége előtt 25-21-re a budapesti csapat vezetett, ám a várdaiak gyorsan észbe kaptak, és 16 másodperccel a vége előtt sikerült egyenlíteniük. De így is maradt még idő az izgalomra, hiszen egy gyors támadásból még 7 métereshez jutott az MTK, amit azonban nem sikerült értékesíteniük, így maradt a 27-27-es döntetlen. Mindenféleképpen szereztünk egy pontot, azért óriási, vannak különbségek két csapat között, de ma jobban akartunk, jobban küzdöttünk, meg a szerencsé volt ott a végén, de a szerencsé soha nem pártol ehhez, aki nem tesz érte. Nagyon büszke vagyok, hogy olyan csapattal dolgozom. Máté Fieszter szerint küzdelmes mérkőzésen vannak túl, amelyen értékes pontot szereztek. Nagyon küzdelmes mérkőzés volt ez a mai. Mindkét csapat nagyon akarta a győzelmet. Én azt gondolom, hogy fordulatokban gazdag mérkőzés volt, és talán azt mondom, hogy így összesítésben ez a döntetlen talán megérdemelt volt mindkét csapat, vagy mindkét fél számára. A Kisvárda döntetlenjével a 6. a női kézilabda NB1-ben. Legközelebb szombaton lép pályára Máté Fieszter együttese, a Siófokot fogadják Kisvárdán. A kultúra és a sport kapcsolatának elmélyítését, egymás kölcsönös népszerűsítését szolgálja a Nyíregyháza Spartacus és a Móricz Zsigmond Színház között most létrejött megállapodás. A régió két meghatározó szereplője közös akciókat is tervez majd, de mindkét részről további együttműködések megkötése is előkészületben van a város meghatározó intézményeivel. Watson doktor is feltűnt a megyei rangadón, Sherlock Holmes hűséges segítője végezte el a kezdőrugást a Spari Kisvárda elleni bajnokián. Már ez is elővezette az együttműködést, amely most jött létre a Móricz Zsigmond Színház és a Nyíregyháza Spartacus között. Mindkét intézménynek jelentős a közönsége valamennyi korosztályból, illetve kiemelt helyet foglalnak el a város és a régió életében. A közös cél, hogy saját kommunikációs csatornáikon keresztül népszerűsítsék egymást, illetve erősítsék a közösséghez való tartozási élményét. A színháznak nem ez az első megállapodás a sportklubbal.
kölcsönösen jól járhat egy sportegyesület is, és egy színház is, hogyha megtalálja azokat a platformokat, reklám lehetőségeket, ahol egymást tudjuk erősíteni. Én tavaly évben a sportcentrummal is aláírtam egy szerződést kosárlabda, illetve női röplabda csapat kapcsán, de készülőben van például a múzeummal is egy együttműködési megállapodás. A Nyíregyháza Spartakusz számára sem ez az első együttműködés, legutóbb például a Nyíregyházi Állatparkkal fűzték szorosabbra a kapcsolatukat. A sportegyesületnél egy 5 évre szóló új szakasz indult el nemrégiben, ennek részét képezik a hasonló megállapodások, melyekkel a város nevezetességeit és hírnevét szeretnék elvinni a sporton keresztül az ország más pontjaira. De a klub vezetés szeretné, ha a futballcsapat nem csupán egy sportközpontként működne, hanem a lakosság életében is fontos szerepet játszana, és a társadalom szerves, meghatározó részét képezni. Én abban hiszek, vagy mi abban hiszünk, hogy egy sportklub a sokkal több, mint amit most gondolnak róla az emberek. Tehát biztos, hogy a városban, a megyében, vagy a futball régióban, amiben sem megyehatárok, sem országhatárok nem zavarnak minket, abban a Nyíregyháza Spartakusz az egy sportszakmai központtá váljon, de egy szellemi központtá is váljon. Tehát látható azokban az országban, amelyek nálunknál fejlettebb sportkultúrával bírnak, főleg a futballban, hogy az a tudás, amely a futballban fölhalmozódik, az a társadalom egy év részein is használható, és nagyon könnyen tudnak bevonni a helyi tudásból. Nagyon sok német példát lehet mondani, de most már közép-kelet-európai példákat is, hogy egy-egy várost hogyan tud újraéleszteni a futball. A Spartakusz csapatkapitánya szerint motiváló számukra, hogy a város nem csupán a sportban képviselhetik, és nagy löketet adhat nekik, hogy mi hamarabb az élvonalban szerepeljenek ismét. Gondolom nélkülözhetetlen az, hogy a város is a csapat mögött álljon, akár kulturálisan, akár gondolok itt az állatparkra is, tehát olyan nevezetességei Nyíregyházának, amire büszkék lehetünk, és amik ösztönöznek majd minket is arra, hogy igazából a várost is képviseljük, nem csak ugye magát a csapatot. Az együttműködésnek köszönhetően a 2017-2018-as színházi évad előadásaira éves bérlettel rendelkezők részére 50%-os kedvezményt biztosít a Nyíregyháza Spartakusz a hazai mérkőzéseire szóló belépők árából. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. 20%-kal emelkedett a nyugdíj megtakarítások mértéke hazánkban, ez derül ki az egyik pénzintézet felméréséből. A teljes lakosság fele tud félrerakni jövedelméből, ezen létszám 30%-a az, aki ezt a megtakarítást nyugdíjas éveire teszi félre. Azért is választhatják ezt többen, mert ezekre 20%-os adókedvezményt is igényelhetnek. Ma van a reformáció 500. évfordulója. 1517. október 31-én lavinaszerűen indult el egy megújulási folyamat, amelynek célja az volt, hogy az akkora erkölcsben és tanításban is megváltozott egyházat visszatudják állítani az eredeti apostoli formához. A mozgalom legkiemelkedőbb alakja Luther Márton volt, aki a Szentírásból megismert igazsághoz rendületlenül ragaszkodott. Közeledik a karácsony, sokan már ilyenkor megkezdik az ajándékok beszerzését, sokan vásárolnak kozmetikumokat. Azonban nem ritka, hogy az olcsó, rossz minőségű kozmetikumok irritációt, vagy akár súlyosabb bőrbetegségeket is okozhatnak. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták október 31-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap többnyire felhős időre számíthatunk, kisebb esővel. Szerda estig a Kárpát-medence fölé egyre enyhébb, kezdetben szárazabb, majd napközben már nedves léghullámok érkeznek. Az előttünk álló éjszaka változóan felhős idő várható. Párássá válik a levegő, köd is képződhet, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél mérséklődik és változó irányú szél lesz a jellemző. Reggelre általában -3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte változóan, majd többnyire erősen felhős lesz az ég, kisebb eső elszórtan előfordulhat, a nyugati szél helyenként megélénkül. Délutánra 9 fokig emelkedik a hőmérséklet, egyébként melegfronti hatás kezdődik térségünkben.
A következő napokban változóan felhős időre van kilátás, hajnalonként ködfoltokkal. Kevés helyen fordulhat elő kisebb eső, zápor. A jövő hét első napjaiban nagyobb nedvesség tartalmú léghullámok érkeznek. Nagyrészt felhős időre számíthatunk, és több helyen elered az eső, zápor eső. A hőmérséklet pár fokot emelkedik majd.